Jó reggelt, Puerto Rico. Második nap. Egy jó kis átmulatott éjszaka után. Hú, gyerekek, itt vagyok lent a Old San Juan. Innen kezdődött gondolom minden. Egy elég komoly kikötő van itt. Akkora ilyen, nem tudom, valami brutális egy hajó átbent. Autoridad de los puertos. Szóval visszafele sétálok akkor majd. Mindenképp levideózom. Brutál nagy volt. Ó, itt mi ez? Egy fotóspot. La casita. Hát nagyon szép, igen. Jaj, csak remélem nem lesz szeles a videó. De természetesen otthon hagytam a mikrofont, ami szélvédett. Ó, itt már szépen vannak kis... Jaj, de le vagyok lassú a korára, kis árusok. Szuvenír árusok. La casita. Nem tudom, hogy itt lehet kapni, venni. A kisboltok már nyitottak, turisták itt beindultak. Hát ez itt, ahogy láttam útközben, ez itt a turista paradicsom. Az összes. Hát onnan látszik nagyon, hogy igazából a város még alszik, ahogy hozott az Uber. És csak fehér emberek rohangálnak itt most a part mentén. Szép itt a kikötő rész, csekkoljátok. Azt meg gondolom, a katedrál, ami még, ahogy látom, zárom. Jó van, szétnézek itt egy kicsit. Aztán, ha jelentkezem, ha találtam valami érdekességet, de egyelőre szép itt ez a régi városrész. Jól meg van csinálva. Most itt nem bízták a véletlenre, a 2024-es szilveszterre már itt kipakoltak. Végigmentem most a bazársoron, hát még azért a 80%-a be van zárva, de ilyen saját kézzel készített dolgokból rengeteg van, különböző bőrdíszművesek. Itt a bőrdíszművesség az eléggé dübörög, ahogy látom. Az valahogy sokan foglalkoznak vele, és nagyon szép dolgokat csinálnak. Persze meg is kérik az árát, de hát ilyen ez a turista rész, itt húzni kell a bőrt, amennyit csak lehet. Egy gyönyörű kis szökőkút van itt mögöttem. Egy sétát azért itt meg lehet ejteni azt itt. Van látni való bőven. Ó, ez nagyon szép ez a kút. Most delfinek végig. Igen, nézzük, valami leírás hátra találok. Hogy mégis kinek lett ez itt állítva, de úgy látom minden van, ami itt a környéket jelképezi, a delfinek, a bulik, gondolom a tetején valami általuk favorizált istennő van. Gyönyörű a hely, az biztos. Főleg most tökéletes idő van egy kis csavargáshoz.
Itt látható a San Juan Gate. Az 1500-as évektől nyújtott ez itt védelmi szerepet, meg hát ugye a kereskedőket itt engedték be. A leírás szerint 5 ilyen kapu védte itt a régi San Juani várost. De hát ez itt gyönyörű végig. Brutál, jól néz ki. San Juan National Historic Site. Hát azt el is hiszem. Ja, itt meg őrök állnak, hogy nem lehet ott végig menni a parton. Pedig az gyönyörű lenne itt végig sétálni. De hát... a szekusok itt vannak. Fel is értünk a pier tetejére. Hát... mondjuk azt, hogy a kilátás nem szar. Nagy mértékben javult a tériszonyom a Vidán Park óta. Úgy érzem. Egy ilyen magaslatban általában már beszoktam kekszelni. De most sehol sem. Gyönyörű a hely. Megyek is tovább. Sose voltam egy nagy városnéző, de basszus, ennek van valami hangulata, ez no, brutál jó. Amit észrevettem még, hogy rohadt sok a macska. De most látom, hogy itt igazából ez teljesen normális, hogy jön a nénye, aztán reggeleteti őket. Hát figyelj. Valakinek ez a munkája. Doktorát macskaetető. A szállásnál este, ahogy hazaértem, basszus, 20 macska volt a kapuban. Napközben csak 1-2 volt, ám mondom, oké, az úgy belefért. Hazaértem is ott hemzsegtek. Hogy miért van, azt nem tudom. Ha valaki tudja, az írja le kommentbe. Elég érdekes. De amúgy úgy el vannak, meg nem voltak ilyen nagy harcok este, hogy tudjátok, ezek az agresszív macska nyávogások, meg párzások, szóval úgy normálisak. Csak rohadt sokan vannak. Úgy közben megérkezünk valahova. Lőttem rengeteg képet. A Instára feldobom majd szerintem. De nézzétek, ez azért így gyönyörű. Valami van itt a bokrok mögött. Ezt a rózsaszínt. Nagyon szerették ezt a színt. Lehet könnyű volt kikeverni, de elég sok ház viseli. Casa Rosa. Hát szép vagy, Casa Rosa. Na gyerünk tovább. Hát itt a Nemzeti Park szervizünk van. Ez itt meg a Nemzeti Park, és a távolban láthatjátok a Castillo San Felipe del Morro. Hát, kastély gyerekek, az fix. Na most ezt a rohadt nagy dombot vegyünk és megmásszuk. Lássuk már kicsit közelebbről is. Nos, akkor jöjjön egy kis arálszinkronizálás, hát gyerekek. NDK-s Poresz időket idéz ez a hang, amellyel most jelenleg szinkronizálunk. Hát az a helyzet, hogy akkora rohadt a szél volt, hogy semmit se hallani szinte a hangomból, vagyis az hallani, de ti megsükelt ülnétek, hogyha azt most hallanátok. Szóval hát felértem a dombra, az a bűnös nagy helyzet. Itt a jó kis kastélunk, hát figyeljetek, gyönyörű az egész, dobjátok be 4K-ra a tévét, az fix, hogy ezt muszáj úgy nézni, jó nagy tévé, 4K-ba az a tuti, mert egyszerűen gyönyörű az egész. Hát azt hiszem, hogyha ezt a kastélyt meglátna a Vadoljani, biztos, hogy azonnal meg szeretné látogatni, mert valami gyönyörű volt, de ezt majd mindjárt láthatjátok a következő felvételeken is, hogy egyszerűen brutális itt minden. Majd mindjárt be is megyek egy kicsit a belsejébe, és onnan is lövök pár sotot, de hát nézzétek a táját. Amúgy rohadt jó idő volt, szóval nehogy azt higgyétek, hogy hideg volt, vagy bármi. Csak kicsit szeles és borús, de olyan 75 Fahrenheit volt végig, az fix.
Itt egy kicsit pózerkodunk a Castillo-val, ott a bejárat. Hát lőttem pár képet, azt feldobom Instára, meg Face-re is, azt csekkoljátok le. Aztán hatalmas léptekkel megindultam lefele a dombról, megcélozva ott az oltáni részt, ahol következő állomásunk egy tök jó múzeum lesz. Jelentem pont a közepén. Museo de las Americas. Not bad. Na, vegyünk, szétnézünk itt is. Tehát gyerekek, ez a, az a kastély, meg a part végig, meg tök jó sztorik vannak a háborúkról, lőttem képet, ezt lövöm fel Instára, meg szerintem a Zsimis Face-re is. Csekkoljátok majd le. Nem tudom, valahogy sose voltam egy nagy történelem fan, de ahogy olvastam a sztorikat, hogy milyen háborúk voltak itt, mikor a hollandok is jöttek támadni, és micsoda vérengzések voltak, meg micsoda küzdelmek, hogy bevegyék ezt a helyet, amit persze nem sikerült. Valahogy kirázott a hideg. Ha, fura. Ne kérdezd, én se értem. A szép lények, jó, amit eddig nagyon semmi. Spanyol védelmezőink már itt állnak. És itt őrzik a kastélyt. Nem rossz az így. Hát itt le van láncolva a felsétáló. Ide most nem megyünk be. Az előző a sokkal menőbb volt. Wow, de azért innen a kilátás se rossz. Á, gyönyörű. Gyönyörű. Most tájékozódtam ennél a kastélynál egy kicsit, és volt egy kiírás, miszerint San Juan azért volt ennyire fontos az európaiak és az amerikaiak számára is, mert igazából aki ezt a szigetet elfoglalta, az kontrollálhatta a Karib-tengert. Ugye ott mögöttem, ennél a kastélynál az Atlanti-óceán van, viszont ez a sziget a kapuja a Karib-tengeri régiónak is, szóval ez azért ilyen must have thing volt annak idejében. Hát most ugye Amerikához tartozik, a nagy sas elragadta. Ó, micsoda gyönyörű helyre sétálunk le itt megint. Itt azért gyerekek, itt lehet nézelődni. Ez minden, jag, esik az eső. Észre se vettem, azt hittem valami pára van, mert amúgy akkora a pára tartom meg, azt hinnétek, hogy rossz idő van. Hát figyú! Elmondom nektek, hogy körülbelül 25-30 fok között van, és olyan párra tartalommal, hogy valami brutális, itt nem megyünk ki. Szóval itt rohadt meleg van. De most már lassan deletűt az óra, ideje keresünk valami táplálékot. Még ott a... Így gyors átkelünk. I love San Juan. Feliratnál azért csak lövünk valamit, nem? Vigyázni kell nagyon az ebrán, nem viccelnek a közlekedéssel, úgy ledudálnak, mint a szart. Tegnap engem is ledudáltak, lesek a nőre. Mondom, mi baj, ott van nénye? Hát, csak kellek át, ott volt kijelölve. Idegbe jött. Vagy lehet itt nem így megy, hogy a gyalogosnak az ebrán elsőbsége van. Hát, minden esetre vigyázni kell, az fix. Nos, srácok, lányok, hát elékeztünk a túra végéhez, el is fáradtam rendesen. Ott szaladom úgy egy kakas. Arra eszméltem fel, hogy hirtelen itt megjelent mellette. Hát mondom. Ennél tökéletesebb jelen nem is lehetne, hogy vége a mai napnak, meg az eső is elkezdett szépen esni. Most itt a fa alatt vagyok, ez nagyjából véd.
De azt hiszem irány kajál, de hogyha olyan lesz, akkor onnan is jelentkezem, mert na, miért is ne? Ha már itt vagyunk, csináljunk arról is videót. Egész jó kajáldák vannak itt. Ja, nem, hazudtam. Iszonyú szarok. De mindegy, hát valahogy túléljük ezt a pár napot vele. Ótán kilőve. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót végig. Ha tetszett, azért csapassatok egy hatalmas lájkot. Jó, egy jó nagyot, mert az mindenképp segít. Meg írjátok le kommentben, hogy mit szóltok a helyhez. Ellátogatnátok ide, tetszett, nem tetszett, mi tetszett, mi nem tetszett. Meg ilyesmi, tudjátok, nyomjátok a komment szekciót, mert azt szereti az algoritmus. Hamarosan találkozunk, ez szinte 100%. Mert rengeteg kaland vár még itt ránk. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Thank you.